az Inczbarcikai Pollakmia általános iskola Dózsa György tagiskola diákjainak produkciójával kezdődött az idei tankerületi pedagógus napi ünnepség. Az eseményen először Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében gyermekkorát idézte fel. Mikor kimondják azt, hogy pedagógus nap, akkor az ember egy kicsit úgy elgondolkozik, elmereng, és akkor mi jut eszébe? Hát a saját élete. Hogy annak idején az óvodás korában, általános iskolában, tanárai neve, hogyan viselkedett az órán, hogyan puskázott először, ha volt ilyen, vagy hogyan vizsgázott először, ezek azok, amik úgy hirtelen úgy az embernek az agyában átszaladnak. Legalábbis nekem biztos. Őt követően Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője szólt a pedagógusokhoz, majd megköszönte áldozatos munkájukat. Szeretnénk megköszönni azt is, hogy mások gyermekeit gyakran előtérbe helyezik a sajátjukénak is. És köszönjük most, hogy vállalták ezt az így is legszebb hivatást, és hogy nem lettek pályaelhagyók. Az ünnepélyen elsőként Székelyné Varga Mária, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ igazgatója, és Demeter Zoltán elismerő okleveleket nyújtott át a Kazincbarcikai Tankerületi Központ mintegy 40 kiemelkedő tanítójának és tanárának. Az Emberi Erőforrások minisztere a 2018. évi pedagógus nap alkalmából szolgálati emlékérem kitüntetésben részesített 17 kazincbarcikai és térségi intézményben dolgozó pedagógust. Június 8-án Budapesten Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért díjat vett át Pálné Szendi Nóra, a Kazincbarcikai Pollákmia Általános Iskola Kazinci Ferenc tagiskolájának pedagógusa, akinek Kazincbarcikán is megköszönték áldozatos munkáját. A jeles nap alkalmából minden évben köszöntenek olyan pedagógusokat, akik 50, 60, illetve 65 évvel ezelőtt kapták meg diplomájukat. A színes diplomákat Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Szitka Péter polgármester nyújtották át. Aranydíszok levél kitüntetésben részesült Kis László magyar történelem szakos középiskolai tanár, az egykori Ságvári Endre gimnázium pedagógusa. Rácz Pálné, a volt felsővárosi összevont óvodák nyugalmazott intézmény vezetője, akinek távollétében a lánya, dr. Megyeriné Rácz Andrea kapta meg az elismerést. Aranydiplomás Szécsi Otto Béláné, a volt Herman Otto általános iskola pedagógusa. Gyémánt díszok levél kitüntetést kapott Farkas Bálintné, a volt Kombéla általános iskola, majd a Dózsa György tagiskola pedagógusa. Kukta Gyula, az Ádám Jenő tagiskola pedagógusa, és Varga János, a Kazinci Ferenc tagiskola pedagógusa. Vas díszok levelet Babik Dezsőné, a volt Árpád fejedelem téri óvoda, nyugalmazott óvoda pedagógusa kapott. Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevele kitüntetésben részesült Farkas Ágnes, a Baz megyei pedagógiai szakszolgálat kazincbarcikai tagintézményének pedagógusa, Harsányiné Kovács Marianna, az Irinyi János Református szakgimnázium szakközépiskola és diákotthon nevelési igazgató helyettese, Király Istvánné Pataki Erzsébet, a Kazincbarcikai Pollákmia általános iskola Kazinci Ferenc tagiskola pedagógusa, Rédei Dóra, az Ózdi szakképzési centrum Surányi Endre szakgimnáziuma szakközépiskolája és kollégiumának pedagógusa, Serné Galgovics Erika, a Kazincbarcikai összevont óvodák építőkúti tagovoda óvodapedagógusa, Sotnenné Szabó Lívia, a Szalézi Szent Ferenc gimnázium magyar-angol szakos pedagógusa, Faragó Attiláné, az Ózdi SC Deák Ferenc szakképző iskolája és művészeti szakgimnázium matematika és fizika szakos pedagógusa. Kazincbarcika város önkormányzatának képviselő testülete minden esztendőben egy kiemelkedő, nevelő-oktató munkát végző kazincbarcikai pedagógusnak Kazincbarcika város köznevelésért kitüntető díjat adományoz. A szakmai kuratórium javaslata alapján 2018-ban Kazincbarcika város köznevelésért kitüntető díjat vehetett át Kerekes Barbara, a Baz megyei pedagógiai szakszolgálat kazincbarcikai tagintézményének és Sajó-Szentpéteri telephelyének tagintézményigazgató, pszichológus, gyógytestnevelője. Azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy ez neki nem esik jól. Nekem nagyon is jól esett, és tényleg köszönöm, hogy rám gondoltak. A díjak átadását követően Jakubcsek Gabriella előadását hallhatták a meghívott vendégek.
A volt pedagógus saját életéről, főként gyermekeihez kötődő viszonyáról mesélt az érdeklődőknek. Az ünnepség keretében a Kazincbarcikai Tankerület Kazincbarcika város önkormányzatának támogatásával adománygyűjtést is szervezett Baba Leventének, a Pollák Mihály általános iskola szembetegséggel küzdő tanulójának. Az akciónak köszönhetően a délután során 1 millió forint gyűlt össze, melyen Levente továbbtanulását és mindennapjait kívánták könnyebbé tenni az akcióban résztvevők. Az 1 millió forintból a család olvasógépet vásárol majd, amihez a Tetreiber alapítvány korábban 200 ezer forintot ajánlott fel. A pedagógusok 680 ezer forintot gyűjtöttek, a helyi önkormányzat mindezt 120 ezer forinttal egészítette ki. Az adományt Levente édesanyjának jelképesen Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Szitka Péter polgármester, Székelyné Varga Mária igazgató, valamint Kondorné Sztojka Ágnes intézményvezető nyújtották át.